Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Pihessél! Milla a hóbogár egy téli napon meghívta barátait síelni. Mindenkinek van sílécce? Kérdezte. Nekem nincs, mondta Bogyó a csigafiú. Nekem sincs, csatlakozott Ugri a szöcske kislány. És nekem se, tette hozzá Pihe a lepkelány. Akkor lássunk neki, nem nehéz. Készítünk nektek sílécet, mondta vidáman Milla. Együtt fúrtak, faragtak, simára csiszolták a deszkát, szíjat erősítettek rá, még botot is készítettek hozzá. Délre készen is lettek az új lécek. Elindultak együtt a hegyre. A hegytetőn mindenki felcsatolta a sílécét, és felvette a sisakját. Ekkor Milla megkérdezte. Mindenki tud síelni? Aki nem tud, azt szívesen megtanítom. Mind bólogattak, egyedül pihereszkedett. A lepkelány nem tudott síelni, de nem merte megmondani. Biztos nem olyan nehéz, majd belejövök, gondolta magában. Egyedül a kis zöld kukacnak sugta meg az igazat. Elsőként Bogyó indult. Hoppá, száguldunk! Kiáltotta vidáman, ahogy lefelé iramlott a meredek domboldalon. Bogyó után Babóca jött, aztán Baltazár és sorra a többiek. Végül Pihe is nekirugaszkodott, nagy lendületet vett és ellökte magát. Igen ám, de nem tudott megállni a lejtő alján. Tovább csúszott át a következő hegyre, aztán a következőre, míg rettentő messzire került a többiektől. Végül egy nagyot esett, és belefúródott egy nagy hókupacba. A többieknek csak később tűnt fel, hogy a lepkelány hiányzik. Pihe nem is tud síelni, mondta kétségbeesve a kukac. Nem tud síelni? Kérdezték döbbenten a többiek. Nem, most síel először, és nagyon fél, csak nem merte megmondani. Jaj, félek, hogy baja esett, sírt a kukac. A kis barátok megijedtek, és nyomban Pihe keresésére indultak. Eközben Bagoly doktor rátalált a sérült lepkelányra. Észrevette a magasból, és odaröpült mellé. Pihe, mi történt veled? Kérdezte. Nem tudtam lefékezni, és elestem. Nagyon megütöttem magam. Már azt hittem, sosem fogok megállni. Nem akarok többet síelni. Zokogott Pihe. A Bagoly megsajnálta a lepkelányt, a hátára vette, és elvitte az odujába. Bekötözöm a sebeidet, aztán elviszlek Millához. A többiek már biztosan keresnek, intézkedett Bagoly doktor. A kis barátok mindenütt keresték a lepkelányt, de nem bukkantak a nyomára. Szomorúan értek vissza Milla házához. De Pihe már ott várta őket. Nagy volt az öröm. Hurrá! Na hát, Pihe, jól vagy? Ne síjel minden, mi történt veled? Kérdezte Babóca. Pihe mindent elmesélt töviről hegyire. Szóval nem tudsz síelni? Ámuldozott Milla. Majd én megtanítalak. Ha megtanulsz kanyarodni és fékezni, akkor bármilyen magas hegyről le tudsz majd siklani. Köszönöm, mosolygott a lepkelány. Másnap Milla elkezdte Pihe tanítását. Az első nap végére a lepkelány szép, lassan, óvatosan lecsúszott a legkisebb dombon, és ügyesen megállt a végén. Nézzétek, Pihe már tud síelni! Ezt meg kell ünnepelnünk! Kiáltotta Wendell, és zenélni kezdett a jégcsapokon. A többiek mind táncra perdültek, énekeltek, és vidám körtáncot jártak a lepkelány körül.